Az idei tudományünnepe szakmai konferenciát a Damjanich János Múzeum egykori megbecsült társadalomtudósának Szabó László emlékének szentelték. A közismert és elismert tudós meghatározó szerepet töltött be nem csak Szolnokon, hanem országos viszonylatban is. Kiemelkedő eredményeket ért el a többi között a néprajz, a társadalomtudományok, az oktatás és a kutatás területén. Egyetemi hallgatóként nagy figyelmet fordított a vidék, illetve az ott élők életének, szokásainak és hagyományainak kutatására. 58-tól 63-ig voltunk egyetemi hallgatók. Ez a TSS-ítés második nagy hulláma, hogy az elsőt még Nagy Imre felfüggesztette. Rengeteg panaszt hallottunk, de még a faluhelyen megtaláltuk azokat a dolgokat, amik a falura jellemzőek voltak. Akkor kezdtek menekülni a fiatalok a faluhelyről. Ma már őszinte legyek, nem tudom, hogy egy néprajzos mit tud gyűjteni. Korábban a Magyar Tudomány ünnepét Szolnokon egy fesztivál keretében a Magyar Tudomány napjaként ünnepelték. Az elmúlt 6 évben a város polgárainak érdeklődésére számot tartó rendezvényt, mint ahogy idén is a Damjanich János Múzeum szervezte, és elsősorban a tudományos élet szereplőinek szól. Nekünk, akik a múzeumban dolgozunk, és tudjuk, hogy más feladataink is vannak, hiszen gondoljanak csak az ásatásra, a gyűjteményi anyag feldolgozására, az, hogy pedagógiai céloknak is meg kell, hogy feleljünk, tehát iskolán kívüli oktatás, turisztikai, idegenforgalmi feladataink vannak, és büszkén vállaljuk, de hát arra is szeretnénk ugyanilyen büszkék lenni, hogy tudományos intézmény vagyunk. A konferencia előadásai a többi között az Alföld néprajzi kutatásait, a Magyarországi Múzeológia aranykorát és a magyar rálátjászok történetét érintették.